Ez a kísérleti intézet Teichmann telepe, amely 1943-ban állami növénynemesítő központként kezdte meg működését Kisvárdán, vezetője Teichmann Vilmos volt. A telep jelenlegi üzemeltető társaságának ügyvezetője kiemelte, 70 évvel ezelőtt igen fontos volt, hogy a burgonya népélelmezési cikként egészséges, jó minőségű legyen, ezért többek között ezekben az üvegházakban vizsgálták, kutatták a növényt. A Teichmann Vilmos által nemesített burgonyafajták pedig a 40-es évektől kezdve hosszú évtizedekig népszerűek voltak. Ezek voltak a gyulbaba és a kisvárdai rózsa, amelyek nem csak Magyarországon, de külföldön is híresek lettek, és ott is elterjedtek. És most ez a mai rendezvény, amit szerveztünk, mint tudományos emlékülés, részben a Teichmann Vilmos munkássága előtt tiszteleg, mint kutatótudós előtt, részben pedig az ő tanítványa, aki 1963-ba került ide, és itt dolgozott haláláig, ő pedig a dr. Béres József, ugye a Béres csepp megalkotója, feltalálója. A Széchenyi díjas kutató, valamint mestere, Teichmann Vilmos öröksége munkássága előtt pedig ma is tisztelegnek Kisvárdán. Az emlékülésen elhangzott az egyik legfontosabb, hogy az általuk elért eredményeket, kutatásokat tovább folytatják, hiszen élelmiszereink, tápanyagaink minősége továbbra sem megfelelő. A nyomelemeknek, vagy akár makroelemeknek nagyon sok kórképhez, betegséghez van köze, ha ezek hiányoznak a táplálkozásláncból és így élelmiszereinkből is, és vezetnek betegségekhez. Tehát lényegében ezt a gondolatot bontottuk tovább az elmúlt 25 évben más termékek irányába. Hát ezek a reprodukciós problémáktól egészen a csontrendszernek a fejlődéseig, illetve a porcok, a látás mechanizmusáig terjednek, hisz mindezeknek a tápanyagoknak, mindezeknek az elemeknek, amelyek a növények, állatok és az ember számára is fontos, nagyon sokféle emberi működés központi szerepük van. Az ülés után koszorúkat helyeztek el a Teichmann Vilmos, illetve a Béres József emléktábláknál.